Így írt Ézsaiás proféta már több száz évvel Jézus Krisztus megszületése előtt Isten szenvedő szolgájáról. Mint a bárány, ha vágó hídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt érje büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álmokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvá tételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva, elégedetten szemléli majd őket. A próféta részletesen leírja Jézus szenvedéseit és halálát, de tesz utalást a feltámadására is. Úgy olvastuk a proféciában, hogy miután feláldozta magát jóvatételi áldozatul, utána mégis meglátja utódait, és sokáig él. Aztán a lelki gyötrelmektől megszabadulva elégedett lesz, és elégedetten szemléli az utódait, minket. Gyertek, magasztaljuk őt, Isten bárányát, aki megvetett, de harmadnap feltámadott. Mint bárány nyírói előtt, úgy állodsz körben gyűlölök, feszítsd meg szúg, bőszült tömeg, s halálba küldi a szentet. Vércseppek hullnak az úton, kereszt magaslik a dombon, az égbolt elhomályosul, s fennszóval fölkiált az Úr. Föld megremeg, szikla reped, az élet győz a halál felett. Föld megremeg, szikla reped, amint szól, elvégeztetett. Harmadnap hűvös hajdalán, asszonyok állnak a sírnál, egy angyal szól, ne sírjatok, ő nincs már itt, megrendül, szikla gördül, fénysugár villan a sötétből. Föld megrendül, szikla gördül, és a fiú megdicsőül. Föld megrendül, szikla gördül, fénysugár villan a sötétből. Föld megrendül, a kő elgördült, és mindenki láthatja azóta is, hogy a sír üres, elvégeztetett. Nem tarthatta fogva, vele lehet.
az üres íghoz mentek az asszonyok keresni azt, akit szerettek. Mennek az asszonyok, mennek az Úr sírjához, kezükben drága gyolcs, szívükben fájdalom. Mennek az asszonyok, mennek az asszonyok, mennek az Úr sírjához, keresik azt, akit szerettek, keresik azt, akit megöltek. Mennek az asszonyok. Miért keresitek őt, az élőt a holtak között? Miért keresitek őt, nincsen itt feltámadott? Nincsen itt feltámadott. Ahogy megmondta, harmadnapra föltámadt, üres már a sír, ha terjedjen a hír, él a mi megváltónk. Mennek az asszonyok, mi is megyünk utánuk, szívünkben nagy öröm, újjongjon a föld, Jézus Krisztus úr. Miért keresitek őt, az élőt a holtak között? Miért keresitek őt, nincsen itt feltámadott? Nincsen itt feltámadott. Keresitek őt, az élőt a holtak között? Miért keresitek őt, nincsen itt feltámadott? Nincsen itt feltámadott, nincs itt föltámadott, a sír üres. Gyere, áldjuk őt, aki sírból felkelt. Aztni a sírból felkelt, Jézust nagy királyunkat, magasztaljuk őt. Gyere, gyere, áldjuk együtt, azt, aki most is itt van, Jézus szent megváltunkat, magasztaljuk őt. Csak őt, jó Jézus, dicsérünk, imádunk téged, felemeljük most szent nevet, magasztalunk. Tiéd a dicséret, és a tisztesség, tiéd senki másé, minden dicsőség. Gyere te és áldjuk együtt, azt ki a sírból felkelt, Jézus nagy királyunkat, magasztaljuk őt. Gyere, gyere, áldjuk együtt, azt, aki most is itt van, Jézus szent megváltunkat, magasztaljuk őt. Csak őt, felemeljük most szent nevet, magasztalunk. Tihed a dicséret és a tisztesség, tihed senki másé, minden dicsőség. Gyere te és álljuk együtt, aki a sírból felkelt,
megváltom én. Most már tudom, hogy ezt én megváltom én. És ő az, aki győzött a halál felett. És ő az, aki megváltott a lelkemet. Tudom, hogy ezt én megváltom én. Most már tudom, hogy ezt én megváltom. És ő az, aki erőt ad mindig nekem. Tudom, hogy ezt én megváltom én. Most már tudom, hogy ezt én megváltom én. És ő az, aki ismeri a gondjaim. És ő az, aki betölti szükségeim. Bennem is élni akar. Tudom, hogy az én megváltom én. Most már tudom, hogy az én megváltom én. Igen, tudom. És nem csak tudom, hanem neki is élek egész életemben. Nincs kedve.
örömöt ad nekem. Ha kérdezed, honnan tudom, itt él a szívem.